E-mobilitás májusig még lehet pályázni az elektromos autók megvásárlásához nyújtott támogatásra. Már eltűntek a szocializmust idéző beépítések, jövő tavaszra készül el a megújított budai Vigadó. Festői absztrakció után Dobokai Máté sajátos technikával készített alkotásai a Várfok projektrumban. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Az Óbudai Egyetem az egyik első olyan oktatási intézmény, amely kormányzati támogatásból vásárolt elektromos autót, a környezetkímélő járművet ma adták át. A kormány tavaly külön programot indított, amelyel az elektromos autók megvásárlását támogatja. Erre a célra idén 3 milliárd forintot biztosít. Május 1-ig még lehet pályázni. Nem csak csendes, de a környezetet is kíméli ez az elektromos autó, amit az Óbudai Egyetemen adtak át. Ez a jármű egyetlen töltéssel optimális esetben már akár 250-300 kilométert is meg tud tenni. Az autó kulcsát az intézmény rektora vette át a nemzetgazdasági minisztertől. Ez az egyetem az első olyan felsőoktatási intézményünk, amely támogatást nyert el a gazdasági tárca elektromos járművek beszerzését támogató pályázatán. Az intézmény a kormány által tavaly ősszel elindított pályázaton nyert támogatást az elektromos autó megvásárlásához. A tavaly évben indítottuk el 2 milliárd forintos támogatással, hogy elektromos járművek beszerzését is támogatjuk. Ez azt jelenti, hogy a kormány, az állam támogatja a fogyasztójár bizonyos részének az átvállalásával egy-egy ilyen járműnek a megvásárlását, beszerzését. Örülök annak, hogy több mint 300 ilyen pályázat érkezett már be hozzánk. A tisztán elektromos hajtású autók megvásárlásához nyújtott maximum 1,5 millió forintos támogatást május 1-ig lehet igényelni. Erre a célra idén 3 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Varga Mihály elmondta, a pályázat mellett a zöld rendszámok bevezetésével és az elektromos töltőállomások telepítését támogató programmal is az e-mobilitást szeretnék erősíteni. 2015-ben indult el a jedlikányos terv, a kormány ezt jóvá hagyta, és ehhez kapcsolódik egy végrehajtási program is. Ennek az a célja, hogy csökkenjen a közlekedésben a gépjárművek által kibocsájtott károsanyagok és üvegházhatású gázok mennyisége, mérséklődjön a fosszilis energiáktól történő függésünk, valamint növeljük az energiabiztonságunkat. Magyarország számára tehát nem csak a jövő egy ígéretes területét jelenti az elektromobilitás, hanem gazdaságstratégiai kérdésekben is erősít bennünket. Jelenleg nagyjából 1300 tisztán elektromos hajtású autó közlekedik az ország útjain. Ezek közül néhányat az Óbudai Egyetem hallgatói is kipróbálhattak a kampuszon rendezett innovációs seregszemlén. Én csak benzines kocsit vezettem, és ez is plusz élmény volt, és az, hogy közben még a környezetet se szennyeztem, az még jobb. Az Óbudai Egyetem rektora hangsúlyozta, az intézmény elkötelezett a környezettudatos technológiák fejlesztése és alkalmazása mellett. Az elektromos autó témakörében mind a meghajtás, a villamosmotorok, mind pedig a hajtáslánc, a villamos hajtások témakörében egyedülálló kutatóközpontunk van a Kandó Kálmán villamosmérnöki karon, és ennek a karnak a munkatársai nagyon sok magyarországi fejlesztésben részt vesznek. Az egyéb karokon, illetve az egyetem működésében is nagyon sok ilyen lépés történt az elmúlt időszakban, elsősorban a megújuló energiaforrások kutatása és alkalmazása területén. A tervek szerint a jövőben újabb elektromos járműveket szerez be majd az egyetem. A Karolina útra költözik át a sportkórház, erről Szabó Tünde sportért felelős államtitkár beszélt egy szakmai fórumon. A Karolina úti ingatlan felújítására és fejlesztésére 10 milliárd forintot különít majd el 2019-ig a kormány. Már a jövő héten megkezdik a járóbeteg szakrendelés áthelyezését, utolsóként pedig a fekvőbeteg részlegek kerülnek át. A folyamat várhatóan június végére zárul le. A lakossági fogyasztás 5,1%-kal, a beruházások pedig 13,2%-kal bővülnek 2017-ben az MNB aktuális előrejelzése szerint.
A Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentését bemutató tájékoztatón elhangzott, hogy a magyar gazdaság kellőképpen megerősödött ahhoz, hogy teljesüljön a 3%-os inflációs cél. Kisebb kilengésektől eltekintve már az idei év nagy részében is a 3% alatt marad az infláció. A 2017-es esztendő egészére 2,6%-os előrejelzés szerepel az MNB szakértői által összeállított prognózisban. Jövő tavaszra megújul a budai vígadó, a rekonstrukciós munkák jó ütemben haladnak. Az épület belső udvarában most még régészek dolgoznak, egy középkori falmaradványt bontanak ki, ám már szinte mindenhol lebontották a szocializmus idejére épített részeket. A budai vígadó várhatóan 2018 áprilisára készül el, utána költözhet vissza a hagyományok háza. Mint ez a porfelhő, úgy elszáll a hátralévő egy esztendő. Így gondolják a hagyományok háza munkatársai, akik egyelőre még albérletben dolgoznak, de ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2018 áprilisában már költözhetnek is vissza az őket megillető helyre, a budai Vigadóba. A kulturális kormányzat képviselőjétől megtudtuk, hogy a legutolsó kormányzati ciklus alatt hatalmas összeget fordítanak infrastruktúra rekonstrukcióra. 422 milliárd forint értékben nemzeti forrás igénybevételével újítunk fel és építünk új kulturális intézményeket. És ennek sorában azt gondoltuk, hogy nem csak a nagy közgyűjteményekről kell gondoskodni, nem csak a múzeumi világ, könyvtári világ épületeit kell, hogy 21. századi új köntösbe öltöztessük, nem csak a művészeteknek otthont adó templomokat, palotákat kell megújítanunk, utalok itt az Iparművészeti Múzeumra, vagy az Állami Operaház épületére, hanem igenis a népművészet legmagasabb rendű intézményét, a Hagyományok Háza székhelyét, a budai Vigadót is teljes körűen a pincétől a padlásig fel kell újítanunk. A Hagyományok Házának helyreállítására a kormány először 5,5 milliárdos keretet hagyott jóvá, majd nemrég 1,5 milliárddal megemelte ezt az összeget. Jelen pillanatban a régészeti felszállásnál tartunk, az udvart ugye be fogjuk fönni, és új burkolatot is kap, ezért a régészek előtte még meg gondosan megnézik azt, hogy alatta nincsen például Attila királynak a sírja, érdekes lenne. Ezen kívül pedig hát körben már, ahogy látszik, hatalmas terek nyíltak előttünk, több mint 4000 köbméter sítet vittek ki az építők eddig a házból, ez több mint 1400 tonna. Azt mondta éppen az építésvezető, hogy egy focipályát 30 centi magasságban el lehetne ezzel a sittel lepni vagy teríteni, úgyhogy ez rengeteg. Most jön majd a visszaépítés és az eredeti állapotnak a lehetőség szerint hű visszaállítása. A helyreállítás pontosabban újraépítés során szó szerint kinyitják az épületet. A kis terekből nagyobbak, használhatóbbak lesznek. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a közönségi forgalmi terekben visszaállítsuk a lehetőleg eredeti állapotot. Hál' Istennek rendelkezésünkre állnak az Árkai Aladár Kalinamor eredeti tervei is, és a kivitelezésben pedig hát látjuk, tehát fotók is, korabeli fotók is itt vannak, és a kivitelezésben pedig, ahogy bontjuk ki az utólagos szintfelezéseket, meg az álmennyezeteket, akkor alatta előtűnnek a régi díszítések, stukkók, stb. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon szép végeredmény vár ránk 2018 áprilisában. Kelemen Lászlótól megtudtuk, hogy az újjáépített budai Vigadóban az 1951 óta, vagyis 66 éve a házban működő Magyar Állami Népi Együttesnek is lesznek öltözői, lesz próbaterme, és a különböző népművészeti ágak képviselői is a korábbiaknál sokkal nagyobb teret kapnak. Csak nem 106 ezre jelentkeztek felsőoktatási intézményekben, mondta Palkovics László oktatási államtitkár. Az idei évben a legnépszerűbb képzési területek alapképzésben és osztatlan mesterképzésben a gazdaságtudományok voltak. Ezt követi a pedagógus képzés, a műszaki képzések, az orvos és egészségtudomány, illetve az informatika. Jogosítvánnyal rendelkező fiataloknak indított játékos közlekedésbiztonsági kampányt a Fejlesztési Minisztérium. Az országos vetélkedő sorozat a 18-25 év közötti autóval, motorral közlekedő fiatalokat szólítja meg. Ők ugyanis sok balesetben érintettek, ezen a helyzeten szeretne változtatni a közösségi oldalakon jelentkező kampány. A három fordulóból álló játékos vetélkedő során két online teszt, illetve vezetéstechnikai feladat vár a résztvevőkre, majd gyakorlati feladatokat kell megoldani a legjobbaknak.
Az újdonság gyönyörködtet, akár ez is lehetne a mottója a Várfog Galéria projektrumjában megrendezett festményfotótárlatnak. A falakon ugyanis olyan alkotásokat láthatnak, amelyeket egy nem éppen hétköznapi technikával készített egy fiatal művész. Az újdonság gyönyörködtet. Ez is lehetne a mottója a Várfog Galéria projektrumjában megrendezett festményfotótárlatnak. A falakon ugyanis olyan fotókat láthatnak, amelyekhez a legegyszerűbb honfotóeszköz sem szükségeltetik. Csak szemüveg helyett objektívet kell az ember szem elé tartani, és a fény már is speciális festékként, képalkotó elemként működik. A Dobokai Máté fotográfiáiból nyílt kiállítás különlegessége, hogy a művész nem a hagyományos fotóval foglalkozik, hanem az absztrakt fotográfiával. Műveit a fényképkészítéshez szükséges nyersanyagok felhasználásával alkotja, exponálás és fényképezőgép használata nélkül. A művész sajátos technikájával azt szeretné kifejezni, hogy a fotográfia nem csupán technikai médium, hanem a festészettel egyenrangú képzőművészeti műfaj, ahol a fény használható ecsetként. A fotográfus kiállításában emléket állít az egykori festőóriásnak, Hantai Simonnak is. Mondta művészettörténész. Két sorozatot mutatunk be itt a kiállításon, ami itt most már mögöttem látható, ez a Omázs Hantai Simon című sorozata, amiben a festőnek, Hantai Simonnak állít emléket. Ő arról ismert, arról híres, hogy egyébként magyar származású művész, Franciaországban élte le az életét, de volt egy nagyon jellegzetes pliázsnak nevezett technikája, ami azt jelentette, hogy összegyűrte a vásznakat, és úgy festette be, tehát egy ilyen nagyon közvetlen kapcsolata volt az anyaggal, és ez Dobokai Máté számára egy nagyon fontos pont volt, mikor megismerte az ő művészetét, és ezt szerette volna ő a fotográfiába átvinni. A kiállításon láthatóak még a művész tájképnek tűnő, mégis absztrakt fotográfiái is. A második sorozat, amit pedig itt látunk, itt szintén egy kamera nélküli technikáról van szó, ott instant polaroid képekkel dolgozik, és ott is, ha bár azok a képek tájképeknek tűnnek, mégsem valós tájakat ábrázolnak, hanem azáltal jönnek ezek létre, hogy szintén az alkotó a nyersanyaggal dolgozik, és folyamatosan alakítja azt a ahogyan ő szeretné, és ezáltal hoz létre tájképnek tűnő, ember absztrakt fotográfiákat, amelyek nem reprezentálnak a fotónak abban az értelmében, hogy valamit ténylegesen megörökítenének. A különleges festményszerű alkotásokat az érdeklődők április 22-éig tekinthetik meg a Várfog projektrumban. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!